Miután megnézte ezt az epizódot, a Gaijin elnevezést talán már nem is tartja olyan kellemetlennek. Japán Edo korszakában ugyanis, aki külföldi országból származott, azt Karabitónak hívták, ami alapvetően koreai vagy kínai jelentéssel bírt. Ezzel természetesen sem a koreaiakat és a kínaiakat sem, de a más országból származókat sem akarták megbántani, csak ezeket az országokat ismerték akkoriban a leginkább. De mit is jelentett valójában külföldinek lenni Japán múltjában? A mai Japánban, ha valakit gaijinnak, tehát külföldinek neveznek, ez ellenérzést válthat ki abból, akit így neveztek. Ebben a videóban megpróbálok pártatlan álláspontot foglalni, és objektíven a japán történelem felől bemutatni ezt a jelenséget. Elmélyedünk abban, hogy az Edo-korban kit és miért és hogyan csoportosítottak külföldiként, és hogy ez a megnevezés nem feltétlenül hordozott negatív jelentést. Nagyra értékelném, hogyha segíteni a kutatásomat a leírásban található kérdőív kitöltésével. Tegyünk egy kis időutazást a kora újkori Japánba. Az Edo-kori Japán elzárkózottsága híres, ám mégis volt némi kapcsolata a külföldi országokkal. Ezt a legújabb kutatások az úgynevezett négy ablakrendszerének nevezik, amely lehetővé tette, hogy bizonyos országok követei időközönként látogatásokat tegyenek Japánban, főként a fővárosban, Edo-ban. Ez a négy ország: Hollandia, az akkori Korea, az akkori Kína, és a ma már Japán részét képező Ezo térség, ez a mai Hokkaido. A gaikoku kifejezés, ami szó szerint azt jelenti, hogy az országon kívüli, vagy külső ország, akkoriban nem volt használatban. Helyette a külföldön született, vagy külföldi kultúrából származó embereket ikoku jinnek nevezték, ami azt jelenti, hogy idegen, más, különböző országból származó ember. Például az Ezo térség, ami a mai Hokkaidónak felel meg, ahol az ainuk élnek és éltek, vagy a Ryukyu királyság, ami a mai Okinawának felel meg, ekkoriban még nem volt Japán része, tehát az itt élő embereket is ikokujinként emlegették. Ahogyan ezt több képes enciklopédia, többek között a japán-kínai képes enciklopédia is megörökíti. Az idegen országokból, tehát az ikokukból származó emberek azonban nem sűrűn látogattak Japánba. Néha azonban mégis ekkor óriási felvonulásokkal nyűgözve le az edói közönséget. A dolgok azonban nem mindig mentek zökkenőmentesen. Például a 18. század végén az újonnan beiktatott shogun ünneplésére tervezett koreai küldöttséget azért mondott vissza a japán fél, mert ekkoriban nagyra értékelték a takarékoskodást, és különböző megszorító intézkedések lehetetlenné tették, hogy ilyen nagy kiadásokkal vendégül lássanak egy követséget. Remélem, sikerült egy kis ízelítőt adnom abból, hogy hogyan fogták fel a japánok az Edo-korban a külföldieket. A következő részben megvizsgáljuk, mi alakítja az identitásunkat, és hogyan érdemes ezt a gaijin fogalmat feldolgoznunk nekünk, mint nem japánoknak.